Jó napot kívánok! Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Gordius Solutions Standard Kft. Szokásos webináriumán. Itt van velünk kollégám Sas Halmi Gábor. Én is üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. Ez most már a sorozatban az ötödik alkalom, hogy így a Viktorral párban tudunk bemutatni valamilyen pályázatot. Én azt gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy elindultak a pályázatok, vannak lehetőségek. Remélem, hogy most a mostani pályázat, amit be tudunk mutatni, ez is egy olyan pályázati lehetőség, amivel többen tudtok élni, sokan tudtok élni, és remélhetőleg megtaláljátok azt a fejlesztési lehetőséget a cégeteken belül, amire vágytatok, és amit ti veletek együtt meg tudunk valósítani. Így van, én pedig Markella Viktor vagyok, szintén a Gordius pályázati tanácsadója, és ez egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas dolog, amiről most beszélni fogunk. Ugye azért lehet látni, hogyha a pályázati világban történik valami, adott esetben megjelenik társadalmi egyeztetés, egy pályázati felhívás, akkor rögtön utána már lehet is várni, vagy lehet számítani, hogy a Gordius küld egy meghívott webináriumra. Ez most sem történt másként, hiszen megjelent a KKV-k innovációs képességének támogatása című pályázat társadalmi egyeztetésre, és mi úgy gondoltuk, hogy egy kis gondolatébresztőként tartunk erről egy kis webináriumot. Úgy, ahogy szoktuk, ugye Gábor is már említette, több alkalommal tartottunk, lesz lehetőség kérdezni. Az oldalon lévő chatablakban nyugodtan tegyétek fel a kérdéseket, és mi várjuk. Ha meg tudjuk várni, akkor szakértő kollégáink segítségével meg is válaszoljuk. Ha véletlenül nem tudunk válaszolni rá, elképzelhető, hogy szakmai egyeztetést is kell kérnünk, akkor mindenképpen ezt megtesszük, és amint rendelkezünk válaszsal, akkor azt a kérdezővel felvesszük a kapcsolatot, és meg fogjuk beszélni. Mindenképpen szükséges tudni, hogy az elérhetőségeink a végén ott lesznek, és akkor akár már holnaptól tudtok bennünket hívni. Na de akkor nézzük is meg ezt a pályázatot. Gábor, elindítom és megosztom a képernyőt. Egy pillanat, és már indul is. Ugye ez a KKV innovációk képességének támogatása pályázat. Hát nézzük is meg, Gábor, akkor, hogy miről szól ez a pályázat. Mi is a pályázatnak a célja? Nyilván, amikor arról beszélünk, hogy KKV-k innovációs képességének támogatása, akkor érdemes arról tudnotok, hogy ki tud benne indulni. Indulni tud az a mikro- és kisvállalkozás, aki rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel. Lezárt teljes üzleti év az ugye 365 napot akar. Célszerű abban gondolkodni, hogy ugye a 23-as évetek lezárt évként legyen meg. Nagyon jó az az időpont, amiben most beszélünk, hiszen mindenkinek le kellett adni már a mérleget. Látjuk azt, hogy mennyi volt a tavalyi évi árbevételetek, ami fontos ennek a pályázatnak a szempontjából. Fontos az, hogy miben tudtok gondolkodni, és nyilván a tavalyi éves árbevételen kívül fontos még azt is tudnotok, hogy mennyi volt az előző év statisztikai átlagos létszáma, mert azok a cégek tudnak ezen a pályázaton indulni, akiknek legalább 3 fő statisztikai létszám bejelentett munkavállalói létszámuk volt. Kik tudnak indulni, tehát milyen cégek tudnak indulni? Alapvetőleg azok a cégek, akik kettős könyvelést vezetnek, tehát KFT, KKT, betéti társaság és részvénytársaság. Ezek azok a cégek, akik tudnak indulni. És ami nagyon fontos, hogy ez egy innovációs pályázat, nem lehet összekeverni más pályázattal. Itt a cégek nem indulhatnak konzorciumba, hanem egyedül tudnak indulni. Nincs szükség társra, nincs szükség egy olyan
akár egyetemi vagy kutató intézetnek a segítségére, mint más hasonló pályázatoknál. Hát ezt azért itt az elején azt gondolom, hogy érdemes tudnotok. Ami fontos, hogy vannak azért itt korlátok. Hát van olyan, amit figyelembe kell vennetek akkor, amikor abban gondolkodtok, hogy ezen a pályázaton el szeretnétek indulni. Van egy minimum támogatási összeg, ez 20 millió forint, és emiatt a támogatást úgy írták ki, hogy a saját tőkének 20 millió forintnál nem lehet, tehát nem lehet kisebb a cégnek a saját tőkéje, mint 20 millió forint. Hát, hogyha nektek a cégeteknek nincs meg a 20 millió forintos saját tőkéje, akkor sajnos ezen a pályázaton nem fogtok tudni elindulni. Az is fontos, hogy itt a támogatás de minimis alapon történik. A könyvelőtökkel nyilván meg tudjátok beszélni, hogy ezt a de minimis kereteteket milyen formában vettétek igénybe, vettetek-e igénybe pályázatot, vagy támogatott hitelt, és ennek a keretnek a terhére történt-e ez meg. Tehát, hogy hol tart ez a támogatási keretetek. Nyilván ez egy elég nagy összegű támogatási keret, tehát nagyon pici annak az esélye, hogy ebben ne tudnátok részesedni, de ezt is azért tisztába kell tenni, hogy a de minimis keret terhére 70%-os támogatás vehető igénybe. Viszont, mivel a 20 millió forint a projektnek a minimum értéke, és ha 70%-os támogatásról beszélünk, és elkezdjük ezt visszabontani, akkor ugye arról beszélünk, hogy az éves árbevételeteknek a minimum 57 millió forintnak kell lenni, ahhoz, hogy ezen a pályázaton el tudjatok úgy indulni, hogy a 20 millió forintos támogatást megkapjátok, és az a de minimis értelmében 70%-os támogatási intenzitású legyen. Ezeket nagyon fontos tudnatok, és én azt gondolom, hogy az összes többi olyan, ami esetlegesen a pályázatba a fontos lehet még tudni, azokat majd velünk, kollégáinkkal, azokon a beszélgetéseken, amiket remélhetőleg minél nagyobb számba tudunk veletek folytatni, azokon végig tudjuk beszélni. De ezek azok a fő sarokpontok, amiket érdemes tudnotok, amiket érdemes figyelembe vennetek, hogyha gondolkodtok abban, hogy szeretnétek ezen a pályázaton elindulni. Igen, és hát ugye azt most nem fejtjük, hogy vannak az általános kizáró feltételek, rengeteg olyan feltétel van, ugye például a támogatási szabálytalanság, végrehajtás, csőd, stb. Tehát ezeket nyilván ezek minden pályázatnál adottak, itt most csak a leglényegesebbeket veséztük ki, illetve hát én még annyit tennék hozzá, hogy mezőgazdasági tevékenységből származó, tehát mezőgazdasági cégek, akinél 50%-nál nagyobb a mezőgazdasági árbevétel, azok itt ebben az esetben ugye nem tudnak indulni. Jó, nézzük meg, hogy mit lehet tudni a támogatás mértékéről, Gábor. A támogatásnak, ahogy mondtam is, két sarokpontja van. Egyrészt 20 millió forint az a minimum összeg, amit igénybe lehet venni támogatásként, és ez maximum 50 millió forint. Ez azt is jelenti, hogy, és látjátok a keretösszegeket a szlájdnak az alsó részében, két szakaszban fogják ezt a pályázatot kihirdetni. Az első szakasz az idén szeptemberben már beadható. Szeptember 3-mal indul a pályázatnak a beadásának a lehetősége. Ez azt jelenti, hogy két részre van osztva a támogatásban elérhető keretösszeg. Az első szakaszban 40 milliárd, a második szakaszban 35 milliárd. Amit itt érdemes meg tudnotok, hogy ez azt is jelenti így praktikusan, hogyha a legnagyobb támogatási összeget vesszük figyelembe, akkor 1500 pályázó tud ezen indulni ezen a pályázaton, hogyha kisebb összeget veszünk figyelembe, akkor pedig 3800 körüli pályázat az, ami támogatható. Ez azt jelenti, hogy ez egy
nagyon sok cég számára elérhető pályázat lesz. Egy olyan pályázat, amiben nagyon sokan tudnak támogatást igényelni, ami segítheti a ti innovációs képességeiteket, azt a fajta fejlesztést, ami egy cégnek a szükséges ahhoz, hogy tovább tudjon lépni a piacon. És ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy innováció, hogy megújulási képesség, hogy olyan plusz szeretnénk adni a vevőink, partnereink felé, ami azt az élményt fogja erősíteni, hogy a ti cégetek másabb, jobb, erősebb, a piacon jobban elérhető. Na, ennek a támogatásáról beszélünk. Ugye itt beszéltem arról, hogy 20 és 50 millió közötti az, ami elérhető. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy vissza nem térítendő pályázat, tehát ez egy támogatás. Ami fontos, hogy ugye, ha de minimis keretetek terhére tudjátok ezt megvalósítani, akkor 70%-os a támogatás intenzitása, tehát a projekt összegből 100 forintból 70 forintot a pályázatból meg tudtok kapni. Ez azt is jelenti, hogy 30% önerővel kell rendelkeznetek, és nagyon fontos, hogy ennél a pályázatnál igénybe lehet venni 30%-os önerőt. Ugye ez a 30%-os önerő, ha a legnagyobb pályázatot adjátok be, tehát 50 millió forintot, akkor ugye maximum 15 millió forint lehet praktikusan, ugye ez az összegre van vetítve, de ez elősegítheti azt, hogy amikor elindultok ebben a pályázatban, tehát a kezdeti költségeket, az investíciókat ne saját erőből kelljen csak megtenni, hanem lehessen ezen a pályázatban gondolkodni. Fontos még arról beszélnünk, hogy ez a pályázat ez országosan elérhető, viszont amit ki kell hangsúlyoznunk, hogy az első, illetve a második szakasz esetében is preferáltan a hátrányosabb helyzetű települések azok, ahol nagyobb összeg elérhető ebből a támogatási keretből. Tehát mindenhonnan lehet pályázni, de az igazán nagy összeget ezeken a hátrányosabb helyzetű régióiban az országnak lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy ugye egy két szakasz van. A szakaszokban, akinek már most van egy ötlete, egy innovatív elképzelése, akkor érdemes minél hamarabb ebben az első szakaszban részt venni. És én azt gondolom, hogy a második szakasz egy érdekes dolog lesz. Egyrészt fel tudunk megkészülni arra, hogy hogyan is működik ez egész pályázat, ti is fel tudtok rá készülni. Másrészt pedig azoknak a cégeknek, akik még valamilyen oknál fogva nem tudnak az első szakaszban részt venni, mert nem nincs még meg az innováció, nem képesek rá, de esetleg az árbevétel még nem úgy alakul, de látják, hogy ez fog. Ez a következő szakasz, ez március 3-mal, 2025 március 3-mal tud indulni, ugye a második szakasza ennek a pályázatnak. Ez azt is jelenti praktikusan, hogyha valaki szeretné a számait megfelelően följebb vinni, és a pályázaton ezzel tud indulni, akkor a következő szakaszban esetleg igénybe tudja venni ezt a támogatást. És nem fenyeget az, hogy az első szakasszal el kell a teljes keret, hanem itt ugye van félretéve a második szakasznak a beadandó pályázataira is. Gábor, már borzasztó sok információt elmondtunk, de szerintem a legérdekesebb dolog most következik, hogy milyen innováció is lehet a cégnél, mire lehet igénybe venni. Mehet? Próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg, nézzük meg. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az tisztázni egy cégnél, hogy mi az alaptevékenység, amit ők csinálnak. Ezt hívhatjuk kicsit múltisan kortevékenységnek, de hívjuk magyarosan alaptevékenységnek annak, ahonnan elindult a cég. Ugye itt termelési és gyártási folyamatról beszélünk, de nyilván minden cégnél ezt meg lehet találni, hogy mik azok a
képességek, innovatív képességek, amit ebben a termelésben, gyártásban meg lehet valósítani. De van egy gondolatunk, én azt gondolom, hogy ez a pályázatnak ez az alapköve. Tehát a termelés és gyártás az, ahol mindenképpen gondolkodni kell azon, hogy kvázi megreformálom, innovációt viszek bele, próbálom ezt segíteni. Vannak ugyan más feladatok is, tehát a marketing, az értékesítés, akár a szervezetfejlesztés is lehet egy innovációs képesség, de igazából a pályázatnak a fő iránya az a termelésre, gyártásra, tehát magára az alaptevékenységre összpontosul. Azt tudni kell, hogy a bírálatnál nagyon nagy szerepet játszik a pontozásban, mondjuk az, hogy valaki melyik innovációt szeretne kiemelni, és itt egy nagyon nagy segítségetek tud lenni, hiszen ez a pályázat, ez egy olyan projekt támogatással tud indulni, ami viszonylag ritka. Van egy olyan külső szakértői hálózat, akit a pályázat kiírója megjelöl, szakemberek, akik a ti cégetekhez ki tudnak menni, és fel tudják mérni azt, hogy most hol tart akár a termelésgyártás, marketing, értékesítés, szervezeti kultúra, és az alapján csinál egy helyzetfelmérést, egy olyan pillanatfelvételt, amiből elindulunk. Ez a pályázati szakértő kolléga, innovációs szakértő kolléga, ő fogja segíteni azt, hogy az az innováció, amiben ti gondolkodtok, az a projekt, az megvalósítható ebből a pályázatból. Bele kell együttműködni. Az ő költsége egyébként érvényesíthetők ebben a projektben. Amit még el kell mondanom itt a szervezeti fejlesztés kapcsán, ugye beszéltünk arról, hogy milyen cégek tudnak indulni alapvetőleg a pályázaton, de fontos tudnotok, hogy a szervezetfejlesztés az azoknál a cégeknél lehet egy innovatív képességre való projekt, akik minimum 20 fő statisztikai létszámmal rendelkeznek. Ugye ott van relevanciája igazából annak, hogy egy szervezetet fejleszünk, tehát a teljes üzleti évben a statisztikai létszám, hogyha a cégnek megvolt a 20 fős, akkor ő tud ezen a szervezetfejlesztési ágán is indulni a pályázatnak. Vannak önállóan támogatható tevékenységek ebben a projektben is, ez a termelésgyártás, marketing, értékesítés és szervezetfejlesztés, bocsánat, és a logisztika, és ami nem önállóan támogatható, azok az egyéb mások, tehát akár a projektmenedzsment, akár a projekt előkészítő tevékenység, ugye itt az innovációs tanácsadóról már beszéltem, azok a projektmenedzsment feladatok, amiket például pályázatírók végeznek, akár a hardware beszerzése, vagy a nyilvánosságnak, tehát a kötelező nyilvánosság megteremtése, és egyéb tevékenységek. Ugye beszélni kell arról is, hogy mit is takar az, hogy innováció. Az innováció, hogyha arról beszélünk, hogy termelés és gyártás, és arról beszélünk, hogy van egy pályázat, akkor tudnotok kell, hogy ebben a pályázatban, hogyha szeretnénk úgymond lefordítani, hogy mit is lehet csinálni. Hogyha van egy pályázat, akkor ebben a pályázatban meg tudunk vásárolni gépeket, eszközöket, amivel meg tudjátok ezt a projektet valósítani. Ezeknek a gépeknek, eszközöknek az értéke minimum, tehát 4 eszközt lehet vásárolni, minimum 1 millió forint darabonkénti ár, de nincs felső határa, illetve azoknak, akik a projektben részt vesznek, azoknak a bérek, közterhelyi, azok a projektben elszámolhatóak. És van egy általányköltség, ami általában ezekre a pályázatokra jellemző, ez egy 7%-os általányköltség, amiben az egyéb ellenszámolt dolgokat tudjátok érvényesíteni. Ezek azok, amikből úgy nagyjából össze fog állni ez a pályázatotok, tehát gépek, eszközök, munkabérek és a projekttel kapcsolatos feladatok.
Van egy pontozás, erre már az előbb utaltam. A pontozás alapján dönti el a pályázat kiírója, hogy a ti pályázatotok az megfelelő vagy sem. Nyilván ebben mi, mint pályázatíró tudunk segíteni nektek, és tudjuk a projektet úgy pályázat képessé tenni, hogy a nyerési esélyeket minél magasabb szintre hozzuk. De én azt gondolom, hogy nagyon nagy feladata van az innovációs szakértőnek ebben az előkészítő fázisban. Nagyon fontos azt látnotok, hogy összetett feladatok vannak itt, és illetve a pontozásnál van egy-két olyan pluszpontszám elérésének a lehetősége, ami rajtatok múlik döntésként. Tehát ugye arról beszéltem, hogy az, hogy területileg hol valósul meg a projekt, ez is egyfajta pontszámot hozhat magával. Tehát nem ugyanazt a pontot fogja kapni valaki, hogyha Budapesten valósítja meg, vagy hogyha egy fejletlenebb régióban valósítja meg ugyanazt a beruházást. Az fontos tudnotok, hogy ezt az innovációt, hogyha meg kívánjátok valósítani, akkor ezt mindenképpen azon a telephelyen kell aktiválni, ahol ami a pályázatban szerepel. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy én nem ott valósítom meg a pályázatot, ahol a pályázat kiírásában, vagy a bocsánat, a pályázatomban szerepeltettem. Tehát ez egy nagyon fontos tényező. Hogyha ennek a projektnek a kapcsán valakit, munkatársat igénybe veszek a cégemen belül, vagy akár egy projektvezetőt, akkor azt ott kell foglalkoztatni, ahol a pályázati dokumentációban ti szerepeltettétek. Tehát azon a telephelyen, azon a székhelyen, ott ez nem opcionális, tehát ezzel azért számolni kell. Fontos, hogy lehet plusz pontszámokat elérni különböző vállalásokkal. Tehát, hogyha mondhatok ilyen példákat, például, hogyha a projekt vezetője nő, vagy hogyha a projekten belül tudtok foglalkoztatni olyan munkavállalót, akinek a segítséggel él, tehát hogy ő is plusz pontszámokat jelenthet, illetve hogyha egy olyan helyiségen belül valósítjátok meg, ami kevésbé fejlett régióhoz tartozik, ezek mind-mind plusz pontszámot jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a pályázat az egy nagyon jó lehetőség egyébként. Nagyon jó lehetőség azoknak a vállalkozásoknak, akik abban gondolkodnak, hogy hogyan tudják a saját szervezetüket minél hatékonyabbá tenni, minél innovatívabbá tenni, hogyan tudják elérni azokat akár hogyha értékesítésről beszélünk, azokat a vevőket, akiket esetleg eddig egyfajta módszerrel szólítottak meg. Meg tudják-e szólítani más csatornákon. Marketingnél is ugyanez, azt gondolom, hogy egy olyan lehetőséget tud megvalósítani egy kis és középvállalkozás, akik tudnak ebben indulni, ami versenyelőnybe hozhatja őket. Tehát be tud hozni olyan csatornákat, amiken keresztül el tudja érni azt a vevőkört, akit eddig nem tudott elérni. Fontos a logisztikában is új, innovatív megoldásokban gondolkodni. Ugye itt nem szégyen másoktól tanulni. Én azt gondolom, hogy ugye nagyon sok jó példát látunk magunk előtt szervezetfejlesztésekben, és nagyon sok olyan lehetőség van, amivel akár egy átszervezéssel, akár egy munkafolyamat hatékonyabbá tételével költséget lehet megtakarítani, illetve új munkaerőt lehet generálni gyárkapun belül is. Lehet ugyanazt a folyamatot hatékonyabbá tenni, ezekre mind-mind segítséget tud nyújtani ez a pályázat. Aki tudja és igénybe veszi ezt az innovációs pályázatot, azt gondolom, hogy egy olyan kaput nyit ki maga előtt, amivel egy következő lépést tud a saját fejlődésében megoldani,
és egy olyan lehetőséget tud megtenni, ami a gyakorlatba le tudja a gondolatokat vinni, és hát apró pénzre lehet váltani a gondolatainkat, hogy így mondjam, és akár ez a, hogyha valaki egy szervezeti fejlesztésben gondolkodik, mert már akkor a létszám. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy szakemberek segítségével könnyebb ezt megtenni, mint saját erőből. Van egy innovációs tanácsadói segítség mindegyik innovációs tevékenységnél, amit igénybe kell vennetek, kell venni ebben a pályázatban. Ők egy olyan tapasztalattal rendelkező szakembergárda, akik biztos vagyok benne, hogy tudnak olyan kérdéseket feltenni, úgy tudnak vezetni benneteket a gondolatotokba, hogy azt a fajta megoldást meg tudjátok közösen találni, ami a cégeteknek, nektek a legjobb lehet. Amiben a mi szerepünk van, és akkor most nem csak másokat dicsérek, magunkat is, a pályázat. Mi viszont a pályázati oldalát tudjuk megvalósítani, mi ebben tudunk segíteni nektek. Mi szeretnénk összeállítani azt az anyagot, amivel azon a pályázaton el tudtok indulni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Viktor is én is nagyon szívesen fogadjuk a hívásaitokat, e-mailes elérhetőségeink is fenn vannak. De nyilván nem csak magunkat ajánlom, tehát nem szeretnék abba tetszelegni, hogy csak mi ketten foglalkozunk ezekkel a pályázatokkal, ez nem így van. Mögöttünk egy nagyon profi cég van, akit el kell, hogy mondanom, és talán nem eléggé hangsúlyozzuk, hogy 11 éve foglalkozunk pályázatírással. Ez alatt a 11 év alatt több mint 7500 pályázat az, amit megnyertünk ügyfeleinknek, és ezekből 60 milliárd forint körüli összeget nyertünk el. Nyilván ez napról napra növekszik. Szeretném azt, hogyha ti is ezek között a nyertesek között tudnátok lenni, és szeretném azt, hogyha tudnánk olyan lehetőséget adni nektek ebben az innovációs pályázatban, ami tovább viszi a cégeteket, és azokat, amiket gondolkodtok rajta, meg szeretnétek valósítani, azokat meg tudjátok rajtunk keresztül valósítani. Hívjatok fel, ez nektek semmiben nem kerül természetesen, konzultáljunk, beszéljünk, és beszéljük meg, hogy akkor hogyan tudunk a pályázatban segíteni nektek. Mi az, ami esetleg felmerült bennetek kérdés? Nyilván, hogyha már kérdésnél tartok, Viktor, jött esetleg valamilyen kérdés, amire választ kell adnunk? Olyan kérdés, amit most itt válaszolunk meg, olyan nem érkezett. Úgyhogy mi ennyit szeretünk volna, és még egyszer, amit az elején mondtunk, egy kis gondolatébresztőnek, és hogyha tényleg, ahogy Gábor említette, sikerült valamilyen gondolatnak elindulnia, akkor hívjatok bennünket, segítünk együtt gondolkodni, és azt is szeretném még elmondani, hogy igen, egy pályázatírónak, hogyha valaki ezzel a pályázattal, úgy, ahogy más pályázattal is szeretne foglalkozni, akkor a pályázatírónak már a folyamat elején ott kell lenni. Tehát praktikusan megismerve egy kicsit egymást, a ti ötleteteket, a gondolatotokat, a cégeteket, gyakorlatilag egy összekapcsolódás után együtt elkezdeni ezt a folyamatot, és nyilván együtt gondolkodni, annak érdekében, hogy ebből ne csak egy pályázat, hanem egy sikeres pályázat is legyen. Úgyhogy ennyit szerettünk volna nektek mondani. Természetesen a webinárium felvétele az elérhető a Gordius Facebook oldalán. Hogyha esetleg valaki nem tudott az elején, nem tudott becsatlakozni, vissza tudja nézni, nyugodtan hívjátok fel ismerőseiteknek is a figyelmét, osszátok meg nyugodtan, és mi már a holnapi naptól várjuk az érdeklődő megkereséseteket. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, további szép napot kívánunk, sziasztok! Én is köszönök mindenkinek mindent, figyelmet. Remélem, hogy minél több telefonhívást kapunk a holnapi napon, remélem, hogy minél több érdeklődő e-mailt kapunk, és
terheljetek bennünket. Azért vagyunk, megpróbálunk választ adni minden kérdésetekre, megpróbálunk segíteni a pályázatokban. Hívjatok, keressetek bennünket. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!